Napjainkban már nem csak hagyományos módon tárolnak dokumentumokat, hanem elektronikus úton is. Egyre nagyobb szerepe van ezeknek az elektronikus könyvtáraknak. Ezek az eszközök tényleges dokumentumokat tárolnak, van olyan, ami hagyományos formából került digitalizálásra, de vannak olyanok is, amelyek már eleve csak elektronikus formában léteznek. Ebben a videóban az elektronikus könyvtárakat, médiatárakat, tudástárakat és linkgyűjteményeket mutatom be. Az elektronikusan rögzített dokumentum a számítógépes hálózaton hatékonyan továbbítható és elérhető. Megfelelő szoftverek segítségével a bennük levő információ gyorsabban kereshető, mint a hagyományos dokumentumokban. Elektronikus könyvtárnak nevezzük az elektronikus dokumentumok szervezett gyűjteményét. Meghatározott gyűjtőköre van, és a szolgáltató rendelkezik a dokumentumokkal. A könyvtár saját visszakereső katalógussal rendelkezik, amelyben a bibliográfiai adatai alapján kereshetjük meg a dokumentumokat. Szöveges dokumentum esetén legtöbbször a teljes szöveg szavaira kereshetünk. A digitalizált szöveg esetében előfordul, hogy a találatrekord több száz oldalas. A keresett rész dokumentumot, tanulmány, vers, novella, a fájl formátumának megfelelő Word, PDF vagy HTML kereső lehetőséggel, vagy pedig a kötet tartalmi jegyzékének használatával találhatjuk meg. Az elektronikus könyvtár a hagyományos könyvtárhoz hasonlóan többféle dokumentumtípus szolgáltat, például szöveget, kép, hangfelvételt, videófelvételt, stb. Hozzáférés szempontjából lehet szabadon hozzáférhető, vagy regisztrációhoz, esetleg előfizetéshez kötött szolgáltatás. A szellemi termékeket a törvény védi, és csak a tulajdonos rendelkezhet vele. Ezért nem tölthetünk fel bármit az internetre a szerző engedélye nélkül. Elektronikus könyvtárba, vagy bármilyen nyilvános weboldalra csak jogvédett műveket, csak szerzővel vagy kiadóval kötött megállapodás alapján lehet feltenni. A Magyar Elektronikus Könyvtár a legnagyobb hazai elektronikus könyvtár, MEC-nek rövidítik. Gyűjtőkörében tartoznak a magyar irodalom klasszikusai, valamint a magyar nyelvű tudományos művek. A gyűjtemény gondozója az Országos Széchenyi Könyvtár. A könyvtárba menük és almenük alapján is tájékozódhatunk. Három lépcsős menürendszer nem tükrözi teljesen az egyetemi tizedes osztályozás felosztását. Itt öt menüben vannak besorolva a dokumentumok, humán területek, kultúra, irodalom, társadalomtudományok, természettudományok, műszaki gazdasági ágazatok, kézikönyvek, egyéb műfajok. Több lehetőség szerint is lehet a katalógusban keresni, szerző, cím, és a témán kívül lehetőségünk van a dokumentumok teljes szövegében is keresni. A keresést leszűkíthetjük a menü keresés fő témaköreire. Az összetett keresésekben kell még pontosabb kereső kérdés szerkesztésére is van lehetőség. Használható az and, az és, amikor több kifejezést kapcsolsz össze, és mindenre keresed a választ. Or, az a vagy, amikor csak az egyik kifejezés teljesülhet csak, logikai operátor. Hogyha csókolunk, akkor ennek a jele a csillagba, és nem tudjuk például a teljes műnek a címét, akkor ezzel kipótolhatjuk. A mobil eszközök, okostelefon, táblagép, elkönyv, olvasó sajátos felhasználói felületet igényelnek. A mobil eszközök használatára optimalizált és akadálymentes felület a legtöbb elektronikus könyvtárnak szolgáltatása lesz a közeljövőben. A Digitális Irodalmi Akadémia a kortárs magyar szerzők jogvédett műveinek teljes szövegét szolgáltatja, ezzel kiegészítve a megszolgáltatásait. A Petőfi Irodalmi Múzeum kezeli az adatbázist. A művek szövegén túl életrajzokat, bibliográfiákat találhatunk benne, valamint magát a művet. A Magyar Társadalom Tudományok Digitális Archívuma magánkezdeményezés alapján működő projekt, amely a múlt század legjelentősebb társadalomtudományi könyveit és folyóiratait digitalizálja. A projekt jelentőségét növeli az, hogy az archivált dokumentumok kevés könyvtárban találhatóak meg nyomtatott formában,
Az írások nagy mértékben hozzájárulnak történelmünk, valamint napjaink társadalmi folyamatának megértéséhez. Az archívumban téma és betűrend alapján lehet keresni. Az elektronikus periódika adatbázis az Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisa. Az Országos Széchenyi Könyvtár szolgáltatja közel 2000 hazai és külföldi magyar nyelvű folyóirat teljes szövegét tartalmazó úgynevezett EPA. Többségében 10-20 évre visszamenőleg, néhány nagymúltú folyóirat pedig már a kezdetektől olvasható. A folyóiratok egy részét a könyvtár archiválja, egy másik részéhez pedig távoli hozzáférést biztosít. A folyóiratok címért böngészhető betűrend, vagy a tudományok területek alapján keresni a folyóiratok címe és típusa, valamint témája alapján lehetséges. A folyóirat címére kattintva választhatunk évfolyamot és számot, ezen belül tartalmi jegyzékben is kereshetünk. Arcanum digitális tudásbázis az 34 többnyire társadalomtudományi folyóirat digitális szövegét tartalmazza a folyóirat indulásától az utolsó számig, illetve napjainkig. A módszerdani folyóiratok nem csak a történelem szakos hallgatók számára jelentenek értékes forrás, hanem aki érdeklődik a múltbeli kérdések iránt is, tehát bárki hozzáférhet. A korabeli tanulmányok több jelenleg felmerülő problémára is választ adhatnak, így a valamennyi olvasó figyelmébe ajánlható. Keresési lehetőség a teljes szöveg alapján, az adatbázis az egyetemi hálózatról kérhető el, tehát az Óvodai Egyetemnek a munkája. A Nemzeti Audiovizuális Archívum, nemzeti kulturális örökségünk jelentős részét képviseli a televízió magyar készítésű műsor archívuma. A Nemzeti Audiovizuális Archívum köteles példány szolgáltatás alapján épült 2006 óta, működését törvény szabályozza, ami biztosítékot jelent arra, hogy a műsorok nem kerülhetnek ki a gyűjteményből, így jövőben bármilyen művészi, tudományos vagy éppen aktuális politikai műsort felhasználhatunk a tanulmányaik során, tehát nem fognak elveszni. A műsorok adatai és az időrend alapján kereshetünk az adatbázis katalógusban. A műsorokat csak a NAVA.hu-n, ezek könyvtárak, oktatási és közművelődési intézmények helyszíne lehetséges megtekinteni. Érdemes megnézni a külön gyűjteményeit, 100 magyar játékfilm, filmhírdok 1931-től 1943-ig, vizsgafilmek vagy médiavéd. A humán tudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa, a Humanus. Ez az adatbázis a humán tudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Ez az oldal az Országos Széchenyi Könyvtár honlapjáról is elérhető. A Humanus a cím és szerzőség, illetve terjedelem adatok mellett további bibliográfiai adatokat, valamint téma, tartalom szerinti célirányos keresés is biztosít. Tudomány területei az irodalomtudomány, nyelvtudomány, történelemtudomány, hadtudomány, politikatudomány, könyvtártudomány, könyvtörténet, filozófia, vallás, teológia, művészet, neveléstudomány, néprajztudomány, helytörténet és kisebbségtudomány. A médiatár a leggyakrabban használt. A média szó azt jelenti, hogy médium, hogy információk közvetítő. Tehát a leggyakrabban használt médiatár az audiovizuális és elektronikus információhordozókat tartalmaz a könyvek mellett, valamint tanulási forrás központ. A működés szempontjából a médiatár feladata a nyomtatott és nem nyomtatott információhordozók, minden oktatáshoz szükséges információhordozó beszerzése, feldolgozása, raktározása és a felhasználók rendelkezésre bocsátása, valamint az információ a dokumentumok használatához szükséges technikai eszközök szolgáltatása. Feladata továbbá, hogy tájékoztatni tudjon legalább információ szinten, katalógus szintjén, hogy milyen típusú tanulási forrásból
léteznek. A tudástárak közül az egyik kiemelkedő a Sulinet digitális tudásbázis, vagyis az SDT. Ez valósította meg először a e-learning könyvtár digitális magját. 2007-ben alakították ki, anyagait 2012-ben átvette a Sulinet. Ma még üzemel ugyan az SDT, tehát megtaláljuk regi.sdt.sulinet.hu néven a címen az interneten, de már nem fejlesztették tovább, tehát tulajdonképpen a munkája a Sulinetben folytatódott. Tehát, ahogy mondtam, a korábbi Sulinet digitális tudásbázis anyagait, tananyagokat, kiadványokat, teszteket vett fel. A felület, tudományterület, tantárgy és évfolyam szerint van csoportosítva, hogy mindent könnyen megtaláljunk. Kategóriák szerint van rendszerezve, nagyobb egységbe cikkeket, főleg tartalmi szempontok alapján válogattak össze. Egy-egy kategórián belül lehet találni néhány kiemelt cikket, egyébként pedig a további anyagokat időrend szerint olvashatjuk. Tehát, ahogy mondtam, címkés segítségével írják le a részletesebb cikkek tartalmát, hogy könnyebben azonosítsuk, hogy miről is szól a cikk. Egy-egy címkére kattintva ki lehet listálni az összes adott címkével ellátott cikket is időrendben. A LIG gyűjtemények a hálózati tájékozódásra szolgálnak. Érdemes mi egy ilyen átfogó összeállításból kiindulni, mikor az ember anyagokat keres. A nem figurúan vett szakmai közönségnek, inkább felhasználóknak nyújt könyvtárral kapcsolatos információkat a könyvtár.lap.hu. Ez a tulajdonképpen a könyvtári tájékoztatási szakterület forrásai mellett az internet katalógusokban is megjelennek. Magyarországon egyedülálló vállalkozás a webkat.hu, illetve ez a Naimai János digitális könyvtárnak az összeállítása, ami feldolgozza az interneten megjelenő magyar kulturális örökség körébe tartozó dokumentumokat. Az országos Széchenyi könyvtárnak teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz különböző témakörökben. A link katalógus, további link gyűjtemények a link katalógus, link gyűjtemény weboldalak Magyarországról, tematikus, jól kategorizált, ingyenes link gyűjtemény. A magyar keresőbarát link gyűjtemény több mint 10 000 begyűjtött linkkel. Gyerekeknek ajánlott a mesekastély, ami mesefilmet, rajzfilmeket tartalmaz, illetve angol tanulóknak javasoljuk a Bebe angolt. Ezen az oldalon olyan linkek vannak összeszedve, amelyeket visszatérően rendszeresen lehet használni otthon a játékos tanulás után. Rengeteg linkgyűjtemény található az interneten, érdemes körülnézni. Az elektronikus könyvtárak, médiatárak, tudástárak, linkgyűjtemények segítik az életünket, használjátok okosan. Videóm az elektronikus könyvtárak, médiatárak, tudástárak, illetve linkgyűjtemények bemutatásáról szólt.